Hello mindenki, lát vagyok, ez pedig itt a Sims 3 90. része. Előző részben megpróbáltuk Andit kimaxolni karizma szintjén, de nem volt nagyon eredményes a dolog, talán most már meg lesz. Szeretettel veszik körül, jó. És talán ez az utolsó rész, utolsó szint, amit Andi el tud érni a karizma szinten. Mindjárt kiderül. Igen. Jó, megtörtént. Hol a kutyus? Szeretet, beszéljen hozzá, szeretet, jutalomfalatkák, szeretet, szeretgetés, szeretet, ölelés, játék, kötélhúzás, ó, és mindig csak a főnök, még mindig csak a főnöknek kell megfelelnünk, szóval ez könnyű lesz. Tök cuki masni. Jó. Andi, akkor egyél sajtos makaronit, kell neked? Neked nem kell semmit. Masni, te rákcsáj. Jaj, Andi. Fizess be a számlákat. Emelgess súlyokat jó tempóval, és akkor talán meg lesz neked is 6 óra. Folytasd. Oké, Kyle, add el. Te is edzél, jó tempó. Nagyon okos a masni. Kimegy pisilni. Úgy. Na, meg lesz ez a 8 óra? Ja, Andi büdös, aztán már nem bírja Kyle. Neked is jó tempó, neked is jó tempó. Ja, ezt fejleszteni kell öntisztítóra majd. Ajaj, egy órán belül tesz az autó Kyle-ért. Jó, akkor tudod mit, fejezd be és zuhanyozz. Aztán pedig most. Pont jön érte az autó, gondoltam. Andier is itt lesz az autó. Nem lesz meg a 6 óra, szóval zuhanyozzál le. Ja, már kiadtam neki, jó. Még hadd zuhanyozzon le, szerencsétlen. Meg sem mehet büdösen dolgozni. Jó, pedálozz a főnöknél. Andi, te pedig lógjál a stábtagokkal. Ah, most nem.
Andi egy színésztársa megkörnyékezte őt, és érdeklődött, hogy nem mondaná le a vásznon töltött idő egy részéről törekvő kollégájára javára. Ha enged a kérésnek, az nyomot hagyhat Andi eredménymutatóján, de ezzel a gesztussal kétségkívül belopná magát a többi stábtak szívébe. Engedjünk. Igen, Andi kitartásának köszönhetően egyre többen ismerik a nevét város szerte. Ez az Andi apró, de biztos léptekkel halad a hírnév felé, ám hosszú még az út. Ez persze nem változtat a tényen, hogy Andi immár B-listás sztárocska. Három csillagunk van. Az a hír járja, hogy Andi tettei pozitív visszhangot váltanak ki a városban, egyre többen ismerik Andi nevét, csak így tovább. Andi immár helyi nevezetesség. Gratulálunk, Andi épp most fejlesztette karizma jártasságát 6. szintre. Andi mostantól vidáman is üdvözölheti társait. Nagyon jó. Nagyszerű. Kiváló. Kiváló. Ó, kitűnő. Elő fogják léptetni szerintem. Ez az. Kál üzleti érzék kiválóan működne a politikában, és vállalna Kál állást. Tartsuk meg az állást. Nem akarunk politikába belekeveredni. Mosni egyél egy kicsit, aztán rombolj. Aztán utána pedig aludj. Na, itt elő fogják léptetni. Nem biztos. Maximum a következő alkalommal. De még van rá esély, mert eléggé fent van. Oké, okay, Kyle elindult haza. Ő csak fáradt, jó. Na, Andi, talán előléptetik. Gyerünk, léptessék elő Andit. Gyerünk, meg lesz az, meg lesz az. Na. Sajtos makaróni vár itthon. Ez az, előléptették. Mostantól mellékszereplő, ráadásul 3012 szimoleon bónusz, és Jézus, de sokat kapott. A csatorna boldogan utal ki neked egy-egy mellékszerepet minden egyes bűnügyi, bírósági és kórházas sorozatban. Nem beszélve egy nyúlfarknyi beugrásról a családi vígjáték sorozatában. Nem is csoda, hiszen annyira ellenállhatatlan vagy. Andi jelenleg óránként 324 szimoleon fizetést kap, a munkaidő pedig 2-től 7-ig tart. Jó. Ó, közönségdíjat nyert. Hol tudjuk átvenni? Színház, valamilyen színház. Látogassuk meg ezt a családot, nem tudom, mit lehet örökbe fogadni, kíváncsi vagyok rá.
Mínusz 1 fok, és 5 nap van nyárig. Oké. Nem. Annél inkább menjünk haza. Mert rohadt fáradt vagy szerintem. Ja, aludjál. Kár, te pedig, ha felkeltél, masni, masni úgy el van. Ha felkelt, akkor rákcsálhat egy kicsit. Kár, ha te felkeltél, akkor mos. Mert az a vágyad, hogy mosni akarsz. Megoldható. Jó. És akkor egy sajtos makaronit. Aztán vedd fel a leveleket. Masni, te is egyél. Takarítsd el. Jó. Rakd át a szárítóba. Hoppá. Kötélhúzás. Puszi. Szeretgetés. Ölelés. Beszél hozzá. Ó. Szedd össze a tiszta ruhákat. Na, 2000 már megvan. Ó, lassan meg lesz. Zuhanyozz. Andi, te... Aj, megtöltötte a tálat. Andi, neked enned kell csak, aztán pedig mondjuk fejleszd öntisztítóra. Kárnak meg mindig nincs semmi, amire gyúrni kéne úgy. Próbáld meg gyakorolni a beszédet, hát ha még tudjuk fejleszteni. Mész dolgozni amúgy? Aha, 7 órán belül. Ó, a stábtagokkal már nem kell foglalkozni, úgy nézem. De viszont a hírességgel igen. Megint jégeső van. 4 nap van pedig nyárig. Hát ezt nem hiszem el. Kapcsolatépítés magas fokon. Ha-ho, Andi, itt az ügynököd. Nézd, én tudom, hogy szuper arc vagy, de te is tudod. Te is tudod, de sajnos rajtunk kívülre kevesen tudják, és ezen változtatnunk kellene. Bizonyára hallottad már Moxie Logan nevét. Ő a helyi hírességek egyike, és szerintem össze kellene haverkodnod vele. A hírnév kulcsa az, hogy megfelelő embereket ismerd. Nem igaz?
Jó. Megpróbálhatjuk. Hol az a Moxilogen? Nem. Hol lakik az a Moxilogen? Üdvözölje a hírességet. Jó. Mondom, üdvözöld azt a hírességet, mert most már megtaláltam, hol van. Itt van. Jó, menjen ide. Csengessen fel. Oké, Andi ideért. Jó, akkor menjünk haza. Na, talán Kájt előléptetik. Masni már ugat. Portrékészítés. Talán ez feljebb viszi a hírességet. Egyél. Még 23 nap? Jep. Na de jó. Egyél, nem ettél semmit. Utána ki kell menned pisilni. Jó. Rákcsálj egy kicsit. Kyle hamarosan hazaér és nem leszel annyira egyedül. Ami te hazaérsz, akkor egyél sajtos makaronit, zuhanyozz le. De jó, hogy ide vág be az összes villám. Játszon versenyjátékkal. K209 Simoleont kapott. Következő nap szerintem előléptetik, jó. Aludjál.
Andi is elindult haza. Hírességen változtattunk, annyira nem. Aztán te is aludjál. Most itt te is mehetsz aludni szerintem. Oké. Okay. 17 óra múlva megy dolgozni. Kár 16 órán belül. Jól van. Andi, te is menj aludni. Kár közben lassan fel kell, masni is. Aztán közben ki kéne találni, hogy mit csináljunk tovább. Andinak a karizmára kicsit rá kéne feküdni megint, mert egyet még megint tovább léphetünk. Jó, Kár szerintem felkelt, jó. Egyél sátyos makaronit. És mikor mész dolgozni? 13 óra múlva. Jól van, akkor most nem akarom nagyon lestrapálni edzéssel. Szóval nem tudom, mit csinálják vele. Vegyünk neki valami tulajdonságot. Hányas szinten van? Hármas. Hoho, veszünk akkor neki párat. Jó. Most már 4-es. 5-ös. 6-os. Azt hiszem. 7-es. Igen. Újabb jellemvonást. Nem. Jó. Legyen ő is kutya bolond. Oké, 8-as. Még 2-t vehetünk. 9-es. Még egy. Sportügynök. Nem. Jó. És akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem nem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és a következő részben fogalmam sincs mi vár ránk, reméljük Andit előléptetik, mert mondjuk talán Kájt fogják előléptetni inkább, igen, Kájt fogják előléptetni, és akkor menetelünk tovább a hírnév felé vezető úton Andival és Kájlal is. Szóval remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!